Napjainkban már a kis településeken is fontosan megbízható, gyors internet elérés, hangzott el a TAR Kft. Rendezvényén Szent Lászlón. Bogyka Peterden például a lakosok nagy többsége jelezte erre vonatkozó igényét. Gond volt eddig az internet szolgáltatással, nehézkesen tudtuk igénybe venni, és most végtelenül nagy a várakozás. Bogyka Peter települése ről beszélek, és óriási az érdeklődés, hogy legyen egy minőségi szolgáltatás ezen a területen. Ebben most a szekszárdi székhelyű szolgáltató nyújt segítséget. Mint azt Tar János stábunknak elmondta, az elmúlt évben a Szigetvári járás 35 településén építették ki az ehhez szükséges hálózatot. Ez azt jelenti, hogy az érintett településeken elérhető a legmodernebb 1 gigabites internet, tévé és telefonszolgáltatás. Ez abszolút modern optikai gerinchálózattal készült. 3 kis központot hoztunk létre a területen, és ezek segítségével látjuk el az ügyfeleket, ezek gyakorlatilag légkábeles hálózatok, amelyek ezen keresztül érjük el az ügyfeleinket. Mindez a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében valósulhatott meg. A kormány célja ugyanis az, hogy minden kis településen biztosítsák a szupergyors internetet. Azokon a településeken jelent meg ez a szupergyors internet, ahol a cégnek magának nem lett volna érdeke egy cégnek se kiépíteni. Ugye a járásközpontokban, nagyvárosokban ez a szolgáltatás ez már régeség működik. Azonban a kis településeken nagyon sokáig kérdés volt, hogy lesz-e valaki, aki használni fogja, lesz-e a lakosság körében, a vállalkozók körében, lesz-e olyan felhasználói réteg, aki ezt használni fogja. Éppen ezért ez állami támogatás kellett, hogy ez a hálózat kiépüljön. Már vannak is érdeklődők a szolgáltatások iránt. Egyfajta mozgó ügyfélszolgálatként működik ez a kis busz, amely már 9 településen járt decemberben, és 60 ügyfél szerződést is kötött. Ők a következő hetekben már használhatják az igényelt szolgáltatást.